Kedves nézőink, a következő bő egy órában napjaink című közéleti magazinunkat látják. Újabb, látványos elemmel gazdagodott szederkény. A Pécs felől érkezőknek a virágkompozíció mögött egyből szembetűnik a különleges felirat. Többek között erről is beszélgetünk a község polgármesterével, Mame Balázzsal. Ami szép, az szép. Ez ötlik fel az emberbe, amint megpillantja a szederkényiek legújabb virágkreációját a település nevével ötvözve. Mamő Balázs polgármester is büszkén mutatja a mindig aktív közösség kreációját. No, de emellett még sok szívet melengető változással is találkozhatunk a községben, amelyekről szívesen beszél televíziónk nézőinek. Évekkel ezelőtt elkezdtük, hogy kifelé is mutassuk szederkénynek az imidzsét, ehhez hozzátartoznak a köztereink, illetve hogy az utcák és a magánterületek is rendben legyenek. Ugye itt korábban már mindkét oldalról egy-egy tábla fogadta az érkezőket szederkény, Willkommen, üdvözöljük szederkényben felirattal. Ezt kiegészítendő mind a két végén a településnek létrehoztunk a helyi kertészünk segítségével, illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat dolgozott ezen sokat. Egy-egy ilyen szederkény feliratos kompozíciót, amit itt a hátam mögött láthatunk. Tárnoki Zsolt és csapata sokat tevékenykedik itt a településen, illetve mondhatom, hogy a környékbeli településeken is látszik a keze munkája. Meg szoktuk beszélni az elképzeléseinket, ő szakmai szemmel ezt felülvizsgálja, és akkor általában egy jó eredmény szokott ebből kerekedni. Meg annyi településen látjuk, hogy próbálják a település feliratot becsempészni valahol a település képbe, és nagyon sok selfie készül általában ezeken a pontokon. Hát a szederkényiek valami újdonsághoz nyúltak. Hát amit itt láthatunk, ez a zölddel bevont fém rács, ez tulajdonképpen a pécsi kertváros bejáratánál látható. Próbáltuk ezt kiegészíteni helyi sajátosságokkal, látható a hátunk mögött egy és illetve szőlőtőkék, ezek szederkény múltjára, borászatra engedik asszociálni az ide látogatót, úgyhogy próbálunk egy picit egyediek is lenni ebben. Milyen a visszacsatolás, mit szólnak hozzá az emberek, hogy ez így megszépült? Én azt gondolom, hogy az igényes embereknek, már pedig szederkényben nagyrészt igényes emberek élnek, saját belső motivációjuk kell, hogy legyen, hogy szép környezetben éljenek, ez látszik a portákon is, úgyhogy ennek nagyon örülök, és a távolabbról érkezők, akár külföldiek is megdicsérik a településnek az arculatát. Persze ez a képhez hozzátartozik az is, hogy a kép, ami itt látható, az látható benn a községházán is, mert hogy nem kamerák pásztázzák gyakorlatilag Szederkény utcáit, így hát a bejáratát is természetesen. Igyekszünk ugye a biztonságra, közbiztonságra is odafigyelni, támogatva ezzel a kamerarendszerrel a hatóságokat, a helyi polgárőrséget. A kamerarendszerünk mindkét helyre be van csatornázva, illetve hát mondhatjuk, hogy a főbb és forgalmasabb helyeket folyamatosan meg tudjuk figyelni, hogyha bármi baleset történik, vagy garázdaság, vagy atrocitás, akkor ezeket a felvételeket vissza tudjuk nézni, és ez egy biztonságot ad, illetve elrettenti az elkövetőket is, azt gondolom. A polgárőrség is pályázott erre, a település pályázott első ütemben, itt a három fő útvonalon a települések határánál helyeztük el ezeket a kamerákat, illetve a központban. Igyekszünk ezt még tovább bővíteni, ugye most már a sportegyesületnél, a temetőben, illetve több helyen jelen vagyunk, úgyhogy igyekszünk tovább bővíteni ezt a rendszert. Szederkény önkormányzata számára nagyon fontos, hogy a kis utcákban is érezze a lakosság, hogy törődnek velük. Kisebb-nagyobb felújítások vannak a kis utcákban is, mégpedig priorizálás alapján. A Püski utcában állunk jelenleg. Itt tavaly történt egy útfelújítás Magyar Falu program keretében, és az idei évben pedig igyekeztünk a vízelvezetést megoldani, illetve a járdák, hidaknak a felújítását több helyszínen, köztük itt a Püski utcában is. Persze nem mindenre futja pályázati forrásból, ilyenkor, hogyha van egy kis félretett pénz az önkormányzatnak, akkor azért beavatkozik. Igen, azt vettük észre sajnos itt az utóbbi egy-két évben a pályázati források, illetve ezek a lehetőségek beszűkültek. Ezeket a kisebb munkálatokat igyekszünk most önerőből megvalósítani. Igazából ezek a beruházások a helyi adófizetőknek a pénzéből hasznosulnak megfelelően, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, meg mindenkinek pozitív.
Van egyébként egy lista mondjuk az önkormányzat előtt, hogy hol kéne beavatkozni, hol vannak a kisebb-nagyobb gondok? Karbantartó kollégák is jelzik ezt felén folyamatosan, illetve én is jövök-megyek a településen, illetve szerencsére a lakosságtól is több igény, bejelentés érkezik. Ezeket igyekszünk fontossági sorrend alapján priorizálni, és ezeket a munkákat beütemezni. Azt szeretném elmondani, hogy itt is, mint a többi beruházásnál is igyekszünk a helyi vállalkozókkal elvégeztetni ezeket a munkákat. Művelődési ház melletti kis parkban vagyunk, és hát itt óriási pezsgő élet lesz a következő hetekben. A közösségi életre odafigyel az önkormányzat, számos olyan rendezvényt szervez, így nyár végére, ősz elejére, amely megmozgatja majd az embereket. Igen, Szederkényről elmondható, hogy sok civil szerveződés van, civil szervezeteink, akik önállóan programokat szerveznek maguknak. 19-én kezdődik ez egy térségi nyugdíjas találkozóval, aminek a helyszíne szintén a művelődési ház. Aztán egy héttel később ugye a nyárzáró szederkényi rendezvényünk, ami egy autós nap, tulajdonképpen egy rally bemutató lesz, veterán autókiállítás, és este egy Asterix utcabállal zárul a program, aminek a helyszíne szintén a művelődési ház, úgyhogy itt jövő hétvégén benzingőz és gumiszak fogja áthatni a levegőt. Tehát ezt követően is megy tovább a programdömping, jön a Karasica Fesztivál. Ez érdekesség, mert a korábbi szüreti fesztiválra épül, de hát ki van terjeszte számos településre. Igen, ez összeköt a Karasica. A szeptember közepén ez a szüreti fesztiválból alakult át, igazából szederkényi ötlet és kezdeményezés alapján. A rendezvénynek a házigazdája, ennek megfelelően két évente Szederkény, és a köztes években Karasica menti települések a házigazdái ennek a rendezvénynek, és elmondható, hogy ez nemzetközi, tehát Horvátországból is várunk vendégeket, településeket, településvezetőket, ugye ott ők is érintettek a Karasica patakkal. Ezek olyan programok, amelyekről eddig polgármesterről beszélt, amelyre várják a vendégeket, de ha minden igaz, akkor kisebb-nagyobb küldöttségekkel utazik is a település vezetése. Igen, szeptember elején lesz az Intermelodi énekegyüttes partner kapcsolata Zenta településsel, illetve az ottani kórusokkal, ebből indult, aztán a település vezetők is összefonódtak ezen kapcsolatból kiindulóan, és most meghívtak minket Zentára, ugye tavaly ők voltak itt nálunk, vajdasági barátaink, és most meg mi fogunk hozzájuk menni, egy 3-4 napos programmal fognak minket vendégül látni. Ha minden igaz, futballmérkőzés is lesz Szederkényben. Hát egyrészt az itteni helyi futballcsapat is játszik majd bajnokikat hamarosan, de jön egy nyugdíjas csapat is. Igen, Németországból érkezik egy szintén nagyon régi partner kapcsolata. Ez a Szederkényi Sportegyesület szervezésében fog történni. Senior játékosok érkeznek Németországból egy busszal, és őket pedig mi fogjuk vendégül látni Szederkényben, illetve itt a szűk környezetében, Villány Mohács területére szervezünk nekik programokat, és nyilván itt is beépültek már újak, akik még Szederkényben nem jártak, nekik meg szeretnénk megmutatni a mi kultúránkat, a mi foci csapatunkat és a baráti társaságunkat. Amint azt önök is láthatták, a szederkényiek szenvedélyesen építik és szépítik településüket. Teszik ezt saját örömükre és mások csodálatára, s mindemellett jut idejük és energiájuk a települési kohézió megteremtésére is. Így kerekez a történet. A következő percekben a szederkényi szociális otthonba látogatunk el, ahol Bognár Attila igazgató lesz vendéglátónk. 1951-ben alapították a ma 90 bent lakóval működő szederkényi szociális otthont. 4 éve Bognár Attila az intézmény vezetője, aki megérkezése óta finom hangolta az itteni életet. Kollégáival karöltve komfortos, barátságos és otthonos környezetet teremtett Szederkény szívében. Mindenre ő így emlékezik vissza. Egy nagyon nehéz helyzetbe csöppentem bele, hiszen a Covid ideje alatt kaptam ezt a megbízatást. Először intézményvezető helyettesként, utána pedig intézményvezetőként levezényeltük a kollégákkal együtt ezt a Covid járványt, ami nagyon sok veszteséget jelentett, nagyon nagy kihívást mindannyiunk számára, de azt hiszem, hogy
emberileg nézve a legtöbbet ebben az időszakban tanultam. Azután ez egy egészen más közeg a szociális szféra. Újra kellett tanulnom a nyelvezetet, meg kellett tanulnom azt, hogy más módon lehet szólni az alkalmazottakhoz, a lakók érdekeit nézve, hogyan lehet apró kis lépéseket tenni azért, hogy az ellátás az színvonalasabb, kicsit jobb, kicsit szebb, kicsit más legyen. A vezetői attitűd az fokozatosan alakult bennem, hiszen egy nagyon hierarchikus közegből érkeztem, ahol mindennek különös jelentősége volt, főképp a ki nem mondott szavaknak. Itt a szociális szférában azért nagyon sok olyan eset van, ahol életet kell menteni. Természetesen én nem vagyok közvetlenül érintve az életmentésben, hiszen ez a főnővér, a nővérek feladata, de azért első számú felelőse az intézményben én magam vagyok. És ezért jó megtanulni mindazt, ami fontos az ápolásban. Nővérek közül többen képzésben vesznek részt, én magam is, szociális és rehabilitációs duális képzésben, azért, hogy megtudjam, hogy mit tesznek a hétköznapokban a nővérek, mik azok a hiányosságok, amikkel szembesülünk, és hogyan lehetne ezt javítani. Védjük a lakóinkat, nem csak azért, mert vannak olyan lakók, akik igénylik a nagyobb fokú biztonságot, hanem mert ez a zárt közeg egyben az ő otthonuk is. És itt megtalálják mindazt, amire szükségük van. Igaz, hogy olyan dolgok nincsenek, amit esetleg egy üzlet tudna kielégíteni, de a kollégák hetente egyszer bevásárolnak azoknak a lakóknak, akik nem tudnak elmenni. Igyekszünk mentálhigiénés foglalkozásokat teremteni, ahol a szórakozástól, az új ismeretek szerzésén át, a hitélet gyakorlásáig minden, de mindent megélhetnek, és gyakorlatilag az időskor szükségleteit azt hiszem, hogy le tudjuk fedni. Ahol többen vannak egy szobában, ott is igyekszünk megteremteni azokat a viszonyokat, hogy legyen egy kis elszeparált lehetőség arra, hogy önmagával lehessen, hozzátartozóival lehessen, a társalgó vagy az ebédlő mindig rendelkezésükre áll, de nyár folyamán a kert, a park is a hozzátartozókkal való aktív kapcsolattartásnak a szintere. A magán szociális intézmények tekintetében azt hiszem, hogy talán épület, infrastruktúra szempontjából nem állunk a helyzet magaslatán. De ezek a körülmények, ezek nem felettetik azt a tartalmat, ami benne van. A nővérek munkája, vagy az otthonosságnak a lelkülete, amit megtalálnak itt az itt élő lakók. Azt hiszem, hogy az apartman vagy az ápolási osztálynak az elkülönülése nem feltétlenül egy ilyen minőségi csillagkategória. Aki idősek otthonába kerül, az alapvetően egy magasabb szükségletet megfogalmazó egyén, aki már nem tud úgy gondoskodni önmagáról, ahogyan előtte tudott. És ezeket a szükségleteket próbáljuk meg feltárni. Igyekszünk olyan variációkat is, aki úgy érkezett hozzánk, és számtalan ilyen példa is van, hogy nagyobb ápolási szükséglettel, és néhány hónap elteltével pedig olyan állapotba került, hogy az apartman részen tudtunk neki lakóegységet biztosítani, és ez szerintem a nővérek munkáját is dicséri, és azt a lelkületet, ezt az otthonosságot, amire mindig is törekedett a szederkényi otthon, hiszen az alapító szándéka szerint, az igazgató úr szándéka szerint a legfontosabb a szociális intézményeknél a
minőségi szolgáltatás biztosítása mellett az otthonosságnak a lelkülete. Nagyon sok tervünk van, amiben a tervezés folyamatába is szeretnénk a lakókat bevonni. Ilyen egy kis konyhakert, az elfoglaltságok különféle szintjei, ahol természetesen segítséggel a lakók megérhetik az évszakoknak a változását. Hasonlóképpen gondolkodunk valami olyan kis állatsimogató ötletben, ami a háztáji gazdaságot egy picit közelebb hozza az itt élőkhöz, hiszen teljesen elzárva vannak attól a világtól, ami régen számukra teljesen az otthon részét képezte. És ha megidézzük a múltat, azzal a jelent is egy kicsit elfogadhatóbbá tesszük, és van egy kis jövő, amibe kapaszkodhatnak az idősek, és ez azt hiszem, hogy mindennél fontosabb. 90 lakót tudunk elhelyezni biztonsággal, ennyi van számunkra törvényileg meghatározva, és ehhez 20 nővér, 3 mentálhigiénés dolgozó és a kiszolgáló személyzet tartozik. Egy elég markáns csapat, a tagok nagy része már évek óta, van, aki már akár évtizedek óta is itt dolgozik, tehát ismeri a szociális szféra minden csínyát, bínyát, ezzel egyfajta rutinosságra is szertettek a dolgozók. Maga az a tény, hogy a fiatal dolgozóink is vannak, ez egyben a jövő felé orientáltságunkat is jelképezi. Én személy szerint sajnálom, hogy a közvetlen környezetünkben megszűntek azok a képzőintézmények, ahonnan a szociális szféra meríthetett dolgozót, vagy közvetlenül kapcsolatba kerülhettek az intézménnyel, az itt dolgozókkal, lakókkal, és így a hivatásuk is elmélyülhetett. Nem kell máshol munkát keresni, hanem akár itt a közvetlen környezetükben találnak. Jól megférnek egymás mellett a különféle szociális intézmények, illetve idősek otthona, nyugdíjas ház, magán, egyházi szerveződésben, és én azt gondolom, hogy az igény az természetesen attól is függ, hogy ki milyen biztonságot szeretne hozzátartozóinak. Mi először is itt a közvetlen környezetünket célozzuk meg, de a hírünk azért eljut a hozzátartozók révén az ország legkülönfélébb részére. Továbbra is azt gondolom, hogy elsősorban a szederkényiek, a szederkény környékiek kerülnek be az otthonunkba, de amennyiben itt kevesebb az igény, akkor ezt ki tudjuk terjeszteni más települések lakóira is. Ica nénivel fogunk beszélgetni a következő percekben, aki Kátolyból érkezett még tavaly ősszel, és azóta belakta, ugye, itt a kis otthoni lakását. Igen, nagyon jó párosával vagyunk, kiválóan. Megértjük. Jó, kijönnek egymással? Nagyon jól. Még olyat is láttam, amit megéltem 80 akárhány évet, de ilyen gyönyörű munkát, amit Anika csinál, ilyet ritkaság. Le a kalappal, ugye? Le. Minden hódolatom az övé. Azt kapta-e a beköltözéstől, amire számított? Igen. Vagy esetleg még kicsivel többet is? Hát szokatlan volt. Minden, ami zárt, ugye, betartom a szabályokat, remélem úgy érzi a főnökségek is, meg vagyok a kajával is elégedve. Minden. Mintha otthon lenne, ugye? Hát mondjuk nem abban a nagy lakásban, de nagyon jól érzem magam. Örülök. Milyen az egészségügyi ellátás? Mondjuk a vérnyomását rendszeresen méri? Azt én magam végzem, úgyhogy ha problémám lenne, akkor a Viktóriának, nem tudom a vezeték nevét, a főnővérrel meg tudom tárgyalni, aranyos, segítőkész, a lábaimra a kenőcsöt be tudja szerezni. Úgyhogy odafigyelnek magára, ugye? Na, én jól érzem magam. Itt mindent megkapunk. Vigyázzon magára, jó egészséget nagyon kívánunk, és köszönöm. Hát majd meglátogatjuk legközelebb is, jó? Jó, nyugodtan, bármikor jöhetnek. Bolyból Borjátra zarándokoltak át a hívek nagy boldogasszony ünnepén. A szűzanya mennybe menetelét ünnepelte a hívő közösség.
A Bolyi templomban gyülekeztek a hívek, kiket Kutas Attila plébános bocsájtott zarándokútjukra, melynek úti célja a Borjádi Nagyboldogasszony templom volt. A szűzanya elszenderülésének és mennybevételének ünnepnapján és az ezt megelőző hétvégén az ország meg annyi katolikus hitközösségében megemlékeztek Máriára, a mennyország királynőjére. Közel 15 éve szervezek és zarándokolok. A zarándoklat ez egy különleges dolog. A 21. századi evangelizációhoz tartozik, mondhatni, hiszen a mai korban az emberek egyre kevésbé járnak templomba. Tehát teljesen logikus, hogy a templomot kell akkor az emberekhez közelebb vinni, és egy zarándok kim van a természetbe, és a természet az valójában Isten temploma. Tehát azáltal, ha valaki zarándokol, természetben van, azáltal Isten közelében van. És ez egy olyan feltöltődés, és olyan jó érzés, amit azt mondhatom, hogy nem csak én, hanem minden zarándoklaton résztvevő ember megél, és ezért van az, hogy ezzel 15 éve kezdtünk ketten, hárman, négyen, most a legutóbbi őszi, decemberi hálaadó zarándoklaton közel 30-an voltunk, amikor láncsokra mentünk, és mindenki jó érzéssel gondol ezekre az órákra. Maga az út a fontos? Tehát amíg A-ból B-be elértek, azért nagyon sok minden átmegy az ember fején. Azt hiszem, hogy a zarándoklatban is ugyanúgy, mint az életben, nem a megérkezés, hanem az út a fontos, úgy ahogy mondtad. Hiszen mondhatni, hogy mi a különbség a túrázás és a zarándoklat között. Például a megboldogult Zoltán atya, szombathelyi plébános volt, ő fogalmazta meg valójában a zarándokoknak a személyes himnuszát, hogy ő mondja azt, hogy aki túrázik, az teljesít, aki zarándokol, az teljessé lesz, aki sétál, az nézelődik, aki zarándokol, az befelé figyel. Aki kirándul, az kikapcsolódik, aki zarándokol, az bekapcsolódik. Tehát a zarándoklat egy ilyen belső feltöltődést jelent mindenkinek. Független attól, hogy akarod-e, vagy sem. A természet közelség egy olyan csoda, amit sajnos a mai rohanó világban egyre kevésbé élünk meg, de vissza kell térni a természetbe is. Az emberi közeg több tízezer évig a természetben éltek az emberek is, nem városokban, falvakban. És ez meglátszik az embereken, hogy eltávolodtak a természettől. Mondhatjuk, hogy van egy kemény belső maga, akik rendszeresen részt vesznek ezeken a zarándoklatokon, és Bolyba szinte ilyenkor hívjátok is egymást telefonon, hogy jöjjenek? Az elején így volt, de most már kialakult így, ahogy mondod, egy kemény mag, akik keresik a lehetőséget, és nagyon örülnek, hogy vannak valakik, akik ezt megszervezik, erre lehetőséget biztosítanak. Na azt mondják, hogy a zarándoklat az egy ima is egyben. Tehát minden lépés egy ima, imádság. Ma, amikor Nagyboldogasszony ünnepe van, ugye, magyarok tudják, hogy Szent István királyunk ezen a napon, augusztus 15-én ajánlotta fel az országot, mivel nem volt utódja Máriának, és azóta Magyarországon ünnep a Nagyboldogasszony napja, mely valójában Máriának, Jézus édesanyjának a mennybevétele, azaz az égi születésnapja. És mi ezen a napon ezt így próbálnánk megünnepelni, hogy elzarándokoljunk is, egy kicsit a Máriával leszünk lélekben. Tisztelendő, mit jelent a Nagyboldogasszony ünnepe egy katolikus ember számára? Milyen üzenettel bír? Hát ez a legősibb Mária ünnepe egyházunknak. Szűz Mária mennybevételének a csodálatos emlékét üljük meg, és ezt a hit tartalmat járjuk körül ezen az ünnepen. Hát számomra valami olyasmit jelent, hogy biztos jövőnk van, hogy a nevünk fel van írva a mennybe, tehát ahova Mária eljutott, oda kapott meghívást az egyház, és mindazok, akik be tudják fogadni az örök élet üzenetét.
és számomra ezt nagyon előtérbe hozza ez a mai szép ünnep, hogy biztos jövőm van, hogy ahova a szűzanya eljutott halála után, oda kaptunk mi is meghívást. Nagyon szépen fogalmaz a Szentírás, elszenderült Mária, nem meghalt, testestől, lelkestől felvétetett a mennybe. Igen, nagyon szeretem ezt a szót, elszenderülés, vagy kilehelte a lelkét. Ugye nagyon gyakran találkoztam olyan emberrel, aki ilyen szorongva lépett át a halál kapuján, és megrendítő volt számomra, és elgondolkodtatott. Úgyhogy ez a szó, hogy elszenderülés, kilehelte a lelkét, ez olyan szépen fogalmazza meg azt, hogy lehet innen a földről úgy elmenni, hogy persze, ha az ember nem repülőgépen zuhan le, vagy nem tudom én, nem olyan katasztrófa közben, ahol nagyon-nagyon edzetnek kell lenni, hogy az ember jól viselje azt, ami történik. Ez, hogy testestől, lelkestől vétetett föl, ez is nagyon mély üzenettel bír, szóval a testünk is feltámad, a megdicsőült test lesz az osztályrészünk. Ezek mindig úgy megborzongattak, ezek a hittitkok, mert ugye nem, ez nem tudás, hanem titok. És néha fellebben a fátya, mintha érteném ezt az egészet, mintha fognám, hogy miről van, szóval aztán megint olyan homályos, hogy is van ez, és akkor megint a bizalom jön előtérbe, hogy akkor úgy belehelyezkedem, és hogy is van ez, de megadatik egy-egy ilyen ünnepen, azt gondolom, hogy egy picit a titok feltárulkozik. Szent István idején már ünnepelték Boldog asszonyt, gyakorlatilag állami ünnep volt, és hát tudjuk jól, hogy halála előtt felajánlotta az országot Máriának. A király, gyakorlatilag Mária országa lettünk. Igen, igen, és hát olyan elgondolkodtató volt ugye felföldi püspök úrnak is a felajánlása a szombaton a Mária Gyűdik egyhelyen, hogy az egyház megyét szinte a prédikációjában felajánlotta a Boldog asszonynak, hiszen ugye nagyon mély átalakuláson mennek át a közösségeink, egyáltalán az egyház struktúrája abban az értelemben, hogy a papság csökken, és mégis kicsike élő közösségek vannak például Borjádon is, hogy az ember egy picit szítja a parazsat, elkezd lángra kapni, hogy hogyan lehet ezt majd ezeket a kicsi lángokat életbe tartani, és olyan szép kihívás ez is. Azt gondolom, hogy a felajánlása most az egyház megyének a szűzanya oltalmába, ez nagyon időszerű és nagyon-nagyon mély spirituális lépés. Szeretném is életben tartani ezt a most meginduló szép kezdeményezést, tehát Kisbudméron szeptemberben, Töttösön novemberben, és Nagybudméron szintén novemberben lesz a templom búcsús ünnepe. Szeretném ugyanígy kicsit felszítani a parazsat, hogy tehát itt vagyok, látok minden településen világi testvéreket, akikre rá lehet majd bízni a közösség éltetését. De most a kezdőrugást azt nekem kell megtenni, ez egyértelmű, erre indítanak nem csak a püspökünk, hanem a Szentlélek is, és ez azért ütős, az ő indítására hallgatni kell. Tehát minden vágyam, hogy ezekben a kis településekben is tehát legyenek ilyen kiemelkedő ünnepek, egyházi ünnepek, amelyek meg vannak ülve, tehát amelyekre időt szánunk. Nagy Boldogasszony napján Szent István közelgő ünnepére készülve hívő magyar ember nem feledkezik meg védőszentje Szűz Mária halálára és mennybevételére. Vigyáz rá, őrzi emlékét, ahogyan Mária is óvja évezrede ezt a rábízott csöpnyi hazát és nemzetet. Hányattatott lelkünknek is kell, hogy újra beléhasítson a végtelen érzés, Mária országa a mi hazánk.
Hivatalosan is elkezdődött az idei szüret Baranyában. Felföldi László, megyés püspök is megtisztelte jelenlétével és áldásával a pécsi egyetemi borbirtokon bemutatott első szüretet. Illusztris vendégek érkeztek a pécsi egyetemi borbirtokra, köztük a pécsi megyés püspökkel. Magyarország első szürete hagyományosan minden esztendőben a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének Szent Miklóshegyi dűlőjében indul. Ezt hangsúlyozta ki köszöntőjében Miset Attila, az egyetem rektora, és Madaras Zoltán, a Borászati Kutatóintézet elnöke. Ugyanis a szőlő és a bor legnagyobb ünnepén, azaz a szüret kezdetére ide várták a sajtó és média munkatársakat, hogy vigyék jó hírét az eseménynek és persze az itt termelt jó boroknak. Madaras Zoltán mindezt ekképpen kommentálja. A Pécsen nemesített rezisztens szőlőfajtákkal kezdődik a szünet. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak az a lényeg, hogy pécsiek ezek a fajták, amik legkorábban érnek, vagy jó bort lehet belőlük készíteni, hanem hogy rezisztensek is. Ez azt jelenti, hogy ebben a nehéz évben, csapadékos, gombás évben is kettő permetezéssel meg tudtuk óvni a szőlőt és a termést, míg az átlagos szőlőfajtáknál idén 8-10 permetezés várható. A szőlő szempontjából egy kihívásokkal teli év volt, viszont a csapadék mennyiség az nagyon kedvezett mind a szőlőnek, mind az új telepítéseknek is, hiszen majdnem kétszer annyi eső esett le eddig, mint a tavalyi évben. Ezen kívül várhatóan egy olyan 30%-kal több termést tudunk szedni, mint a tavalyi évben, nem töppettek a bogyók, szép duzzadt fürtökkel találunk minden. Vártuk már a szüretet, hiszen kezdett kiürülni a pincénk, úgyhogy a legjobbkor álltunk neki a szüretnek. Azt látjuk, hogy ha az ember valamivel minden nap foglalkozik, akkor abban előbb-utóbb eredmények lesznek. Ezt látom a kollégáimon is, akik az értékesítéssel foglalkoztak, hiszen látjuk azt, hogy az értékesítésben a számaink nőnek, a boroknak pedig kedveltek, jó minőségűek, ezért, és ezt is várjuk, hogy a jövőben is a felfutás, a törekvés ez folytatódni fog. A szüret mindig egy új kezdet, és mivel nincs két ugyanolyan évjárat, a tapasztalt borászok számára is mindig új kihívás. Persze a legszebb, de a legtöbb munkával és izgalommal járó időszak is a borbirtok életében. Mindenről Ipacs Szabó Istvántól, a Pécsi Egyetemi Borbirtok főborászától tudhatunk meg még többet. A tavaly előtti nagyon száraz, aszályos, igazán forró évvel szemben végre idén egy kicsit üdébb, vagy mondhatni azt, hogy üdei évjárattal van dolgunk. Volt kellő mennyiségű csapadék, a hőszeggel sem volt semmi gond, ráadásul a következő két hétre is ugyanilyen szép időt ígérnek, 30 fok fölötti hőmérséklettel. Én a próbaszületeknek az eredmény alapján kimondottan ízgazdag, jó savval rendelkező, rég nem látott évjáratot várok az ideitől. A szőlőtermesztés ilyen szempontból nagyon nehéz irányvonal, mert több száz, több ezer éves fajtákkal dolgozunk. Nagyon nehéz, nagyon lassú a fajta váltás, mert egy szántóföldön 10 éve van egy új fajtának a megjelenéstől, mire kikopik a termesztésből, addig a szőlőnél meg a létrehozástól eltelik 30-40 év, mire az engedélyes fajtává válik, és azt követően is a tradíciók, hagyományok itt a szőlőtermesztés nagyon fontosak, úgyhogy nehezen, lassan terjed, főleg a történelmi borvidékeken, ahol a költség fontosabb, ott sokkal inkább, például az Alföldön ők már rezisztens fajtákkal dolgoznak meghatározóan, mert nem tudják az árban érvényesíteni, viszont a mostani nehéz borpiacon azt gondolom, hogy egyre inkább ez föl fog értékelődni, hogy szőlőként már kisebb költséggel és biztosabban lehessen termelni. Ugye egy lassú terjedést várok, de várok növekedést ebben az irányban. Innentől kezdve azért besűrűsödnek a napok, vagy hosszabbá válnak, meg a hétvége is sokszor ezzel telik. Ugye a szőlőszedés az első momentum, de ahhoz, hogy ebből bor legyen, és sokkal hosszabb folyamat. Talán a disznóvágás, hogy a disznót relatív könnyű leszúrni, de utána a földolgozása igazából a munka, nem pedig az, hogy valaki levágja a sertést. A szőlőnél hasonlóképpen, hogy leszedjük a szőlőt, az gyorsan megvan, és utána azért több hét hónap, mire abból készbor készül, akár több év, mire az megjelenik a palaszban. Az ígyek közbenjárását is kérték a szervezők a tavaly felszentelt emlékkereszt mellett állva. Felföldi László, a pécsi egyházmegye főpásztora pedig megáldotta a termést, és a lelkes egyetemi borász és szőlész csapatot, hogy a szüret eredménye is méltó legyen az egyetem hírnevéhez. Könyörögjünk! Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet
és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magot adsz a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk, hogy ezt a szőlőbirtokot, bűkezűséget sokszorosan termővé tegye, emberkéz munkája művelje, és így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve itt és mindörökké szüntelen dicsérjen téged Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A mi gondviselő Urunk, mindenek Atya, jóságosan gondoskodik gyermekeiről, táplálja és megenyhíti őket, megáldja a földet, hogy termést hozzon az életünk fönntartására. És ezért a gondoskodásért adunk hálát, és ehhez kérjük áldását, és a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon erre a szőlőföldre, ezekre a tőkékre, ezekre a gyümölcsökre, most és mindörökké. Amen. Nagyon fontos látni, meglátni, hogy az Isten különleges helyeket adott a földön, és minden növénynek valahol meg kell találnunk azt a helyét, ahol ő otthon van, ahol dolgozni tud, ahol termést tud. És ez a domboldal, hegyoldal, ez kiváló a szőlőnek, és látszik, hogy boldogok ezek a szőlőtőkék, és hogy megkóstoltuk a termésüket, hát ezek boldog termések, és nagyon szép eredmények. Természetesen az emberi munkával együtt, és az emberi erőfeszítéssel. A Szentföldön nem kellett magyarázni, mert mindenki ismert a szőlőtőt, tudta mi az, hogy szőlővesző. Most az a gond, hogy nagyon sokan ebben nincsenek teljesen képben. Elszakadtunk egy kicsit a teremtett világtól. És nagyon sok emberi élet ott megy tönkre, hogy elszakad önmagától, a másiktól, az Istentől, a földtől, és utána elszárad, nincs termése, nem tud jó gyümölcsöt hozni. És ez arra figyelmeztet, hogy maradjunk kapcsolatban, szellemi, lelki, testi kapcsolatban, egymással, önmagunkkal, és mindezt átfogó Istennel. Oda kell figyelni minden növényre, de a szőlő valami egészen más kapcsolat, és én nagyon sokat tanultam a szőlőtől, akár a metszéskor, hogy mi mindent le kell metszeni ahhoz, hogy jó termés legyen. És a fiataloknak nagyon szeretném, lenne egy szőlőtőjük, és néha leülnének a tövébe, ápolnák, gondoznak, és amikor metszik, jusson eszükbe, hogy ott mindent magamon hagyok, mindenben ott vagyok, akkor nem lesz termés. Termés csak akkor lesz, ha merem a fölösleget, a hiába valót lemetszeni magamról, az néha fáj. De nagyon fontos, mert akkor jön a háladás, mint ez a mai nap itt, a birtokon, hogy van termés, van gyümölcs. A szüret a pécsi borvidéken még a következő hetekben is tart majd, sok munkát és kihívást adva a borászoknak. Bő termést és szép borokat kívánunk valamennyi gazdának, és persze piacot, ahol elkél a portéka. Idén is megrendezték a Siklósi Várfesztivált. A látogatók többek között török korabeli harcászati módokkal, fegyverekkel, valamint a kor szellemiségével ismerkedhettek meg a háromnapos rendezvény keretében. Sokszínű, minden korosztályt kielégítő programokkal, csatajelenetekkel és látványos produkciókkal várták a hétvégén Siklós a látogatókat az idei Várfesztiválra. A rendezvényre ezúttal is több ezren érkeztek. Több mint 150 hagyományőrzőnek köszönhetően a Siklósi Várfesztivál látogatói gyakorlatilag a középkorba csöppenhettek ezen a hétvégén. Számos harcászati és fegyverbemutató, több díszlövés, vásári komédiák, és még sokan gondoskodtak arról, hogy a rendezvény minden résztvevője megtalálja a magának legérdekesebb és legszórakoztatóbb programot. Mi
mi a Nagyhassányi Viktorom Egyesületet képviseljük itt ezzel a kis táborunk, ami több korszakot jelenítünk meg Nagyhassányba. Ez az egyik korszakunk, majd a délután megrendezésre kerülő Nagyhassányi csatát fogjuk mi teljes mértékben koordinálni. Tavaly előtt jött részre az Egyesület, és a középkori Európán kívül az ókori Európát jelenítjük meg, római kori felszerelésünk van, és a római kort szoktuk megeleveníteni, hiszen Dalmáciusnak a villagazdasága az egy hatalmas történelmi és régészeti emlék ott Nagyhassány környékén. Honnan nálatok a szikra, hogy ennek a csapatnak tagjaivá váltatok? Gyakorlatilag ez egy kis közösség volt régebben is, vagy úgy hozta össze a sors? Hát igazából nekem ez már a harmadik vagy a negyedik egyesület, amit így létrehoztam. Már 23-4 éve foglalkozok ezzel ezzel az egész dologgal, a hagyományőrzéssel, és attól függően, hogy térben hova helyezett az élet, így mindig megtaláltuk a hasonszörű embereket, és akkor így egy ilyen baráti közösségként létrehozunk egy-egy egyesületet. És nagy hangsúlyt fektetünk egy-egy szegmensre, hogy láthatjuk is a Kovács az teljesen a kor szellemének, illetőleg a korabeli technikáknak a felhasználásával készíti a felszerelés a részét. Jó átszellemülni egy kicsit, pár órára vagy akár egy-két napra? Igen, mindenképpen. Tehát mindenkinek ki kell valahogy szakadni a mókuskerékből, én úgy gondolom, mi ezzel találtuk meg a saját magunk szórakozását, járunk az országba több helyre, visszük a településnek, meg a régiónak a hírét, és akkor erre a pár órára, pár napra át tudunk szellemülni, mikor minek. Milyen a hangulata az idei Várfesztiválnak? Sok embert látok hömpölyegni föl alá, érdeklődnek így nálatok, és hogy minek vagytok éppen beöltözve? Hát ez mindig változó. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest egy kicsit kevesebben vannak, de ez országos tendencia. Ahhoz képest elég sokan vannak, megállnak, kérdeznek, mi válaszolunk. Igazából bejárható az egész tábor, és mindenkit meg lehet kérdezni arról, hogy mit képvisel, mit jelenít meg, és általában szívesen válaszolnak. Így az egyesületek egymás között van átjárás? Tehát azért beszélgettek egymással, kicsit összeültök mondjuk egy pohár bor mellett? Igen, természetesen, főleg esténként van átjárás, közösen szoktunk este mulatozni, veszünk részt az esti eseményeken, mikor, mint. Van egy, nekünk konkrétan egy tűzsonglőr egyesületünk, akkor azzal szoktuk néha szórakoztatni önmagunkat, hogyha nincs benne a programban. Itt unatkozni nem lehet, ugye? Hát nem jellemző. Aki itt van, az mind szívvel, lélekkel csinálja. Tényleg én is már 20 éve, de vannak itt jó páron a barátok között, akik együtt kezdtünk, és már 20 éve csináljuk. Ez ugyanolyan szenvedély, mint akár a horgászás, vagy az autóversenyzés. Egyszer valaki beleszeret, akkor ezt csinálja folyamatosan. Törökök már a várban vannak, arra kérnének, hogy egy kis bemutatkozással állítsuk képbe a kedves nézőket, hogy kik vagytok. Igen, az Apró Paták Lovasport Egyesület Malkos Bej seregéből érkeztünk, Siklósról. A török kort jelenítjük meg, mint a török, mint a magyar oldalon. Mióta létezik ez a hagyományőrző egyesület? Hát körülbelül egy 20 éve igazából a lovaglással, lovagoltatással indult, aztán a honfogláskori íjászattal, és ehhez csatlakozott utána a végvári török-magyar kor is. Általában hol léptek föl, hol mutatjátok meg magatokat? Hát ahol van vár, amit el lehet foglalni a törököknek, ott általában megjelenünk. Szigetváron például, Várpalotán, Szent Gotthárdon, illetve itt a Siklósi várban. Kicsit mutasd be az öltözékedet, mi van most rajtad? Hát én egy korabeli aszab török katonát jelenítek meg. Láncing van rajtam, turbán a fejemen, illetve egy szabja az oldalamon. Hát ez volt a jellemző viselet? Igen, mondhatjuk így is, bár lengébb öltözetben is előfordultak a törökök, tehát általában nem mindenkinek jutott láncingre, ha a csatában ügyes volt, akkor tudott magának rabolni. Meg hát a nemeseknek, azoknak járt minden, a közkatonáknak meg kevésbé. Így van, igen. Úgyhogy tényleg aki túlélte a csatát, ott a halottakból általában zsívásár volt a maradt felszerelésekből,
úgyhogy aki amit tudott, azt magának rabolt. Most egy rögtönzött kis bemutatót tartottatok itt a várba. Látom, elég sokan nézelődtek azért. Érdekli az embereket, hogy általában? Ez így van. Hát egy kis ízelítő a korból. Nyilván a csata jelenet lesz majd a leglátványosabb része, de itt egy kicsit ilyenkor a bemutatókon el lehet mélyülni a részletekbe, ruházatba, fegyverekbe. Közelebbről meg lehet mutatni a érdeklődőknek. Siklósiként el tudod nekünk mondani, mit jelent magának a városnak és egyáltalán az itt élőknek a Várfesztivál? Hát nagy kötődés van a várhoz alapból, ugye? Ez így van, tehát nagyon szép vár, illetve nagyon szépen fel van újítva, úgyhogy szerintem siklósiként igazából nincs olyan, aki ne ismerné a várat, vagy ne járt volna itt többször is. Úgyhogy ilyenkor, ahogy én is látom, az egész város megmozdul, illetve hát ugye messzebbről is érkeznek érdeklődők. A Várfesztivál a legnagyobb esemény itt? Így van szerintem, tehát a kiegészülve a koncertekkel, illetve itt ha Dél-Dunántúlt nézzük, itt a három megyében is az egyik legnagyobb ilyen korabeli rendezvény itt. Törökök után végre magyarok, Szentgyörgyvári Péter kapitány van itt velünk, és egy kicsit átfogja ennek a napnak a jelentőségét. Miért jó a Siklósi Várfesztivál? Hogy lehet ezt megfogalmazni? Siklósi Várfesztivál az évek folyamán Siklósnak a legnagyobb rendezvénye lett, és hála jó Istennek, a főnapja egyébként ma van szombaton, amikor 10 órakor kezdődött a felvonulás, polgármester úrral együtt vonultunk, és minden hagyományőrző csapat, egyesületek, gyerkőcök vonultak velünk. Itt most egész napos programok vannak fönt a várba, és a Habatortán az még délután 4 órakor a csata a várkertben, aki erről lemarad, az vasárnap meg tudja megint tekinteni délután 3 órakor. Ami ennek a jelentősége az az, hogy végre egy kicsit az emberek kiszabadulnak, és vissza tudnak menni a középkorba. Ezért szoktuk mindig egyébként egész Baranyában mondani, hogy 20-30 kilométert kell csak utaznod, de az időben meg visszamész több száz évet, ezért érdemes hozzánk eljönni, hiszen hagyományőrzőink megmutatják, hogy hogyan éltek a középkorban annak idején az emberek. Ezért fogják meg anyuka és apuka kezét a gyerekek, és vonszolják el egészen a Siklósi várig? Természetesen, hát amikor gyerekek voltunk, akkor a kislányok azok mindig szerettek királylányok lenni, kisfiúk azok szerettek el lovagi tornákat, csak kislovók lenni. Nálam ez megmaradt felnőtt korra is, de egyébként a gyerekek, ha körülnézünk, nagyon élvezik, és olyan külön olyan programunk is van, ahol kis lovagok lehetnek. Ezért mondhatjuk, hogy ez a fesztivál ez egy családi fesztivál. Természetesen, mint hogy az egész várunk is családi vár. Ugye mi kaptuk meg legelőször a családbarát attrakció kitüntetést a Három Királyfi, Három Királylány mozgalomtól 2019-ben az egész országban. Úgyhogy mi erre törekszünk, hogy a családok itt jól érezzék magukat állunk. Számos hagyományozó egyesülettel találkozhatunk a bár bejáratánál, és ahogy említetted is majd a csatába. Gondolom nem volt könnyű azért ezt összekoordinálni, összehozni, hogy ennyien itt legyenek. Természetesen ez egy nehéz munka, és ebben nagyon sok segítségemre van egy civil szervezet itt Siklóson, a Várunkért és Városunkért Egyesület, és az ő munkasságukkal egyetemben az oroszlán részt az én munkatársaim vállalják, akik a Siklósi Várba dolgoznak, és egy kicsit azért én is belerakok ebbe a melóba egy pár hónapot, úgyhogy ennek az eredménye az, hogy itt most minden zöggenőmentesen megy. Én úgy gondolnám, hogy a hétköznapokon is jó Siklósi várkapitánynak lenni, de ezeken az ünnepnapokon kivált kép, hiszen pezseg a vári élet. Igen, fantasztikus. Fárasztó és fantasztikus. Fárasztónak azért mondom, mert reggel már beöltözve páncélba vonultam. Utána 1560-as évekbeli ruhámba díszlövést végeztem el 10 másik vitézzel együtt. Most megint egy másik ruhát húzok fel, és a csatában részt veszek, úgyhogy ezért fárasztó. De egyébként nagyon nagy öröm, hogy kell mondanom az udvar, hogy elnézést, bocsánat, hadd menjek át, mert annyi ember van, és ez tényleg, ezért érdemes dolgozni. Én emlékszem azért a 90-es évek, vagy éppen az ezredforduló idején milyen élet volt itt a várban. Hát azóta nagyon magasra lett éve a léc. Lehet ezt még fokozni? Reméljük, hogy lehet. Ez a vár, ez azért még több mindent is bír. Ugye kaptunk két nagy pofont az élettől az elmúlt években, ugye az egyik a Covid, a másik pedig most a háború. Ezeknek azért vannak következményei, ezeket érezzük is, de remélem, hogy nem sokára újra teljes
volumennel tudunk itt együtt működni a kedves látogatókkal. Mondhatjuk, hogy a titok nyitja az az attrakció, a folyamatos attrakciók sora? Természetesen a vendégeknek ugye az internetes világban most már nagyon magas az inger küszöbük, ők várnak valamit azért, hogy kifizetik a belépőt, amiből mi fenntartjuk a várat, úgyhogy igen, folyamatosan kell. Ha kell, akkor interaktív tárlatvezetéssel, ha kell, akkor a világon egyedülálló Borgona, ami a Káponába található, ha kell, akkor udvari bolondunk itt a háttérben programozik, úgyhogy program mindig van, de ezért jönnek a vendégek. Rettegett törökök is megérkeztek a Siklósi várba, nagy vezére fogunk beszélgetni, aki mindjárt bemutatkozik és bemutatja a csapatát. Spandur Gábor vagyok, Szigetvárról jöttünk az Rigny Miklós Hagyományőrző Sportegyesülettől. Ők itt mellettem a két kísérőm, a két janicsár, a csapatzászlóval és a tüfengelés szabjával az oldalakon, úgyhogy készen állunk teljes mértékben a keresztény seregnek a lerohanására és a Siklósi vár elfoglalására. Nagyon bízunk benne, hogy ez nem jön majd össze, ellenben egy kicsit az öltözékről, a hagyományőrzésről, mit jelent ez számotokra a szigetváriak számára? Számunkra mindent. A lehető legjobb, amit életem során elkövettem, hogy beléptem az egyesületbe, és immáron 11. éve vagyok az egyesület tagja, abból a 10. éve játszom a nagyvezér szerepét Szigetváron is, Szokolú Mehmed nagyvezér szerepét, akit mint tudjuk, hogy az utolsó csatát, az utolsó rohamot vezette személyesen a szultán halála után. A janicsárok meg hát csak az én testőrségemet adják, és az én parancsaimat fogadják el. Nekik komoly fegyverzetük van, általában milyen fegyverekkel harcoltak a janicsár? Maga a janicsáruknak két fegyverzetük volt, a tipikus török szabja, a hagymafejes markolattal, és török tüfengeket, egy rövidcsövű kovaköves puskákat használtak, ami szintén díszített markolattal. Az előbb ezzel durogtattatok, ugye? Így van. Hát sajnos csak az egyikkel, mert a másiknak összevizezték a keresztények a lőporát, úgyhogy azt nem sikerült ellőni. Ilyenkor bennetek felszökik az adrenalin, amikor be tudtok öltözni, és egy ilyen nagy fesztivál keretében megmutatjátok magatokat? Hát maga az adrenalin inkább maga a csata hevébe az akkor szökik föl. Most még nyugalom van. Most még nyugalom van, így van, viszont nagyon örülünk azoknak a látogatóknak, akik oda jönnek a sátrunkhoz, kérdeznek, mesélhetünk magáról a történelemről. Egyébként éjszakánként, amikor így összeverődnek a hagyományőrzők, akkor történelemről beszélgetünk, mi hogy volt annak idején. Segítjük egymásnak a fegyverzetét fejleszteni, a ruházatát, mindent. Téged nem vetnek meg Szigetváron? Hát a török azért nem volt ott egy nagyon szeretett nép egykoron. Hát nem volt szeretett nép, igen. Volt rá példa, hogy nekem estek, hogy szégyeljem magam, hogy milyen magyar vagyok, hogy törököt játszom, és akkor szóváltás után végén azt kérdezte meg az illető úrtól, hogy tetszett a csata. Hú, hát az nagyon jó volt, szuper volt, nem mondom, akkor képzelj el, hogy senki nem játssza el a török oldalt. Hogy akkor nincs csata. Akkor nincsen csata, így van. Mennyire jó dolog ez a Siklósi Vár Fesztivál, jártatok-e már itt korábban is? Igen, jártunk itt, rendszeres visszajárók vagyunk, hála Istennek jó a kapcsolatunk a Siklósi Apropaták Sportegyesülettel. Szívesen jövünk, jó a rendezvény, én szeretek itt lenni. Ki fog ma győzni, vagy kiegyeztek egy döntetlenbe? Szeretnék én győzni természetesen. Azt, hogy mi lesz a végkifejlet, majd meglátjuk délután. Siklósiak sikeres hétvégét tudhatnak maguk mögött, számukra fontos a múlt és a hagyományőrzés tisztelete, továbbá az esti koncertekkel a fiatalok ide csalogatása. Ennél fogva a látogatóknak a rendezvény mindhárom napján tartalmas és szórakoztató programokkal szolgáltak. A Siklósi Várfesztivál régiónk egyik legjelentősebb, legnagyobb nyári rendezvénye lehet majd a jövőben, erre erősítenek rá évről évre a sikeres, nagy látogatottságú programokkal.
Kedves nézők, mindazt már korábban megszokhatták dr. Tóth Gábor, nem csak Liptódon, a körzetében és Babarcon rendel, hanem itt nálunk is megjelenik a stúdióba, és épp aktuális témákról beszélgetünk az egészségügy kapcsán. Frontérzékenység, azt hiszem nagyon sokakat érint ez, kiváltképp ebben a változékony időjárásban, ami jellemzi ezt a nyarat. Üdvözöllek, doktor úr, szép napot kívánok! Szervusz, és üdvözlöm a tévénézőket is! Jönnek a hideg és a meleg frontok, mi ájuldozunk, rosszul vagyunk, főleg az idősebb korosztálya jellemző ez, és hát akinek van valami betegsége, leginkább érrendszeri szívbetegségekre gondolok, ott jellemző az, hogy egy ilyen frontváltás gyakorlatilag le is döntheti az embert. Ez így igaz, különösen a szívérrendszeri betegeket viseli meg ez az időjárás. Az elmúlt évekhez képest talán mondhatjuk, hogy most úgy még szélsőségesebb időjárási körülményeknek kell a szervezetünknek megfelelni. Nincsenek tartós hőhullámok talán, mint az elmúlt években, viszont hőmérséklet ingadozás tekintetben azt gondolom tényleg egy szélsőségesnek mondható ez a mostani nyár. Ez az inga, ez jobban megviseli a szervezetet? Amikor egyik nap még 35 fok van, másnap már csak 25 mondjuk, tehát ez ilyen 10 Celsius fokos különbség azért mindenképpen hat az ember szervezetére. Igen, ez majd, hogy nem mondhatjuk, hogy szinte az egészséges embereket is, ha nem is megviseli, de hatással van a napi munkavégzésre, a koncentráció készségre. Érezzük, hogy elfáradunk hamarabb. Pontosan, hamarabb jön a fáradtság, nem tudunk olyan mértékben teljesíteni, ahogy azt például aznapra esetleg ki gondoltuk reggel. Át kell gondolnunk, át kell terveznünk a napjainkat ezeknek a körülményeknek megfelelően. Miért van ez így? Tehát a természettel az ember mindig is kapcsolatban volt, hatásra vagyunk egymással, gyakorlatilag így be vagyunk csatornázva az időjárásba? Be vagyunk csatornázva, és az emberi szervezet az egy nagyon érzékeny, nagyon sok csatornás rendszeren veszi a környezetének a jeleit. A páratartalom, a hőmérsékletnek a változása, a légnyomásnak a változása, ez különösen a frontérzékenység tekintetében egy kulcs fontosságú vetülete az időjárási tényezők változásának, de célzottan, amikor egy nagy elektromos vihar tevékenység közelít felénk, ezek mind-mind a szervezetünk által fogható módon a szervezetünkbe lecsapódnak, és attól függ, hogy ki mennyire képes ezeket a jeleket venni, átalakítani, fog ilyen vagy olyan tünetegyütteseket kialakítani. Én közben nézegettem a melegfront és a hidegfront esetén, hogy milyen hatások érnek minket, és milyen reakciók. Hát többek között pulzusszám emelkedés lehet melegfrontnál, depressziós tünetek is jöhetnek, zöldhályogos rohamok is jöhetnek. Azért elég szélsőséges dolgokat tud ez kreálni. Igen, azért ezek ritka. Tehát most, hogy egy zöldhályogos roham emiatt induljon be, ott azért általában van valami egyéb alap is a háttérben. De benne van a pakliban. De benne van a pakliban, és igen, tehát hogy azért ezt így betegek is viccelődve szokták mondani, hogy doktor úr, ne fogjunk már mindent az időjárásra, tehát hogy ezt a piros aduászt az ember mindig előhúzhatja, hogy is front hatás van egyébként is. De tény is való, hogy a viccelődést félretegyen, tehát hogy ezeknek a frontoknak igenis érzékelhető hatása van a szervezetünkre, és jó, hogyha ki tudjuk kísérletezni, meg tudjuk saját magunkat figyelni, hogy ebből a sok-sok változó tényezőből a mi szervezetünk éppen mire különösen érzékeny, minek a változása az, ami úgy legjobban hatással van ránk. Így tudunk a legjobban rákészülni. Emelem a tétet, hideg front, belenéztem ide is, aszmás rohamok, ízületi fájdalom, gyomor, epe és vesegörcs, tehát elég komoly történetek is lehetnek ebből. Igen, ez tiszta a fizika, tehát a hideg levegő az mindig is tudjuk, hogy a hörgőnek a szűkületét eredményezi, ami pedig a krónikus légúti betegeknél, aszmásoknál, COPD-seknél egy légzési nehezítettséget. Különösen, hogyha a páratartalom is magas hozzá, akkor szinte ilyen fulladásszerű, mind a pontja, amikor így kapkod a tóparton a levegő után is próbálja nyelni a levegőt. Tehát egy ilyen levegőtlenség érzés nagyon ijesztő tud lenni. Az időjárás tud lenni tréfás is, kettős fronthatás esetén például alvászavar, koncentráció képesség csökkenése, fejfájás. Hát ez a fejfájás, ez a migrénes történet szerintem nagyon sokaknak jelentkezik. Igen, különösen, hogyha nem fogyasztunk elég folyadékot az megelőző napon, vagy konkrétan a front kapcsán, és nincs megfelelő sóbevitel, tehát
megfeledkezünk néha, általában csak a folyadékról szoktunk beszélni, de a megfelelő sókat is, amik esetleg egy melegebb, izzadékonyabb napot követően a szervezetünkből távozik, ezeket ugyanúgy pótolni kell, mert ezek önmagában tudnak gyengeséget, fáradtságot, akár még lábikra görcsöt is okozni, amikor pont aludni szeretnénk, és ez a következő napot megalapozó, nyugodt, pihentető alvás ilyen zavaró tényezők miatt hiúsul meg. Én mondom, csörög a telefon, illetve hát jönnek rendelésre a betegek, amikor ezek a fronthatások jelentkeznek. Van erre terápia, bármi nemű megelőzés, esetleg prevenció? Igen, tehát hogyha valakinél első alkalommal jelentkezik, és nem találunk úgymond ilyen szervi betegséget, vérnyomáspanasz, bármi egyéb dolgot, azért egy alaposabb kivizsgálás az első alkalommal szokta követni ezeket a frontos, migrénes, fejfájós betegeket, és ha nem igazolódik semmi nemű szervi betegség elváltozás mögötte, akkor tudjuk igaziból kimondani, hogy csak fronthatás, csak ilyen nem megmagyarázható, nem kézzel fogható dolgok állnak az ő tüneteinek a hátterében. Tehát, hogyha ez megtörtént, és ezeket a körülményeket megfelelően jól beállítottuk és jelentkezik, akkor marad ez a tüneti fájdalomcsillapítás, ami viszont azért hatékony. Na nézzük, hogy milyen volt ez az idei nyár. Azért voltak forró napok, és volt, hogy több napon keresztül is. Olaszországban egyébként 31 napot is meghaladta az az intervallum, hogy 30 fok fölött volt a hőmérséklet, sőt, ott annak tudjuk jól, hogy milyen csúnya időjárás is volt. Az idősebbeket mindenképpen megviseli ez a nagy meleg, de hát az egészséges embert is. Ha netán visszatérne egy pár napra ez a hőség, még így a nyár hátlevő részére, mit ajánlhatunk nekik? Bújjanak el ilyenkor a nap elől? Igen, mindenképpen egyrészt a nagy hőhatástól jó, hogyha tudjuk védeni a szervezetünket. Kicsit ilyen citromos üdítőknek, limonádénak a fogyasztásával tudjuk pótolni talán a folyadékot, ami a szomjúságot is oltja. Mivel ugye azért tényleg most már a nyárból kifelé megyünk, és hát ez itt egy babarci megfigyelés, hogy a augusztus 20-ával szinte vége van a nyárnak, és jön az ősz, tehát hogy ilyen hosszú hőhatás, ami a szervezetünket érni, ezzel nem kell azt gondolom számolni, még hogyha egy szép, kellemes vénasszonyok nyara is lesz szeptemberben. Ezek ez nem, már elviselhető. Ezek, igen, ez az optimális. Na most minket azért itt a Kárpát-medence azért ez nagyon jól megvéd ezektől az extrém hatásoktól. Tehát nálunk tényleg nem voltak olyan tartós hőhullámok, hogy komoly erdőtüzek, mint Görögországban, Olaszországban is voltak. Tehát ott nagyon komoly halálozás is volt nálunk, ez sokkal enyhébb módon jelentkezett, de természetesen itt is volt betegünk bőven. Meg lehet-e fázni ebbe az időszakba? Egy ilyen hirtelen meleg után 10 fokot vagy még többet esik a hőmérséklet, az ember nem áll át öltözékében, elindul egy rendezvényre, például órákon keresztül kint van, benne van-e a pakliba ez is? Igen, már csak azért is, mert a környezetünket próbáljuk azért a számunkra komfortos módon beállítani hőmérséklet tekintetében is, és például vannak a klímaberendezések, amit nagyon sokan rosszul használnak. Tehát, hogy rögtön beállítják a leghidegebbre, és akkor csak fújja a hideg levegőt. Egyrészt, hogyha az a klíma nem volt kitisztítva, tehát ezt minden szezonban ki is kellene ezeket tisztítani, akkor önmagában ott már olyan kórokozók tudnak megbújni a klímarendszerbe, ami nagyon komoly légúti fertőzést tud okozni. De szeretjük ilyenkor a hidegebb üdítőitalokat, söröket is, fagylaltozásnak is ez a fő szezonja. És amikor hirtelen váltás van, ezt nem tudja a garatflóra sem lekezelni. Tehát, hogy azért tüszős mandula gyulladások is vannak, tüdőgyulladásos beteget is most többet kezelek, tehát, hogy ez is inkább idősebb korban, de előfordul. És hát igen, a szédülékenység, meg ez a rossz közérzet, amiről szó is volt az elején, hogy ez tényleg inkább azért az idősebb szívérrendszeri, már érszükülettel rendelkező, az érrendszerrel nehezebben válaszoló, reagáló betegek képesek ezeket a tüneteket hozni. Nehezen hozom elő a következő gondolatokat, vírussal mi a helyzet ebben a melegben. Én épp olvasom, hogy az Amerikai Egyesült Államokban az Omikron, tehát nem egy új variáns, az igen. Omikron egy kicsit felfutott az elmúlt hetekben. Nincs még nagy betegség belőle, de jelen van. Igen, nagy betegség nincs. Én jó magam is tesztelem továbbra is a gyanús betegeket. Nyár elején találtunk is itt a körzetben is családokat, akiknél a Covid fertőzés igazolódott. Én
pécsi adatot hallottam, hogy ott a szennyvízből megint így kimutatható módon egy kisfokú emelkedés van. Azt gondolom, tehát, hogy ezt tudomásul kell vennünk, hogy a Covid az itt van, itt marad velünk továbbra is. Jó, hogyha tudjuk egy fertőzésről, hogy Covid-fertőzés, tehát azért nem megfeledkeznünk kell róla, jó, hogyha nevén tudjuk nevezni a gyereket, mert azért a Covid-fertőzésnek különösen a legyengült idős szervezetekre gyakorolt halálozási mutatói azért még mindig magasabbak, mint egy egyéb légúti fertőzésnek. Tehát ha én tudom magamról, hogy a náthám megfázásom mögött egy Covid-fertőzés van, akkor igenis tudatosan egy jó hétig, 10 napig ne látogassam a betegidős hozzátartozóimat, vagy ne dolgozzak így betegidős emberek, betegek között. Ha már én nem maradok otthon másnak, ne okozom kárt, ugye? Igen, ez a felelősségteljes gondolkozás. Hát én nagyon szépen köszönöm, meg én nagyon sok mindennel lettünk gazdagabbak, és tényleg itt a frontotások kapcsán ez egy aktuális téma is volt, a vírus pedig próbáljuk elfelejteni teljesen. Doktor, köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen is a lehetőséget. Napjaink című közéleti magazinunkat látták, találkozzunk egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt.